Két budapesti futballklub képviselője volt az utolsó vendége a Kazinczy Ferenc Múzeum harmadik félidő bisztrójának, akik a Csillag Péter sportújságíróval folytatott beszélgetésben elmondták a klubokhoz való kötődésüket. Szó volt továbbá arról, hogy milyen tényezők voltak hatással a csapatok megalakulására, hogyan befolyásolták történetüket a hazai és nemzetközi sikerek, illetve a klubok által adott nemzetközileg is elismert játékosok, de az is kiderült, hogy mindez milyen hatással volt a csapatok szurkolóbázisára. Az Újpest képviselőjeként az esten Lassip Gábor, a klub sporttörténésze járt Sátoraljaújhelyen. Igazából 14 éves korom óta járok Újpest mérkőzésekre, és mindig is úgy éreztem, hogy ez az a, mármint kisebb koromban is, ez az a klub, ami így közel áll hozzám. Nagyon távol laktunk, Budapest teljesen másik végén, meg lakom mai napig Budán, de egy legjobb barátom általános iskolában szintén Budán lakott, de Újpest meccsekre járt, és ő volt az, aki így bevitt ebbe a dologban, nagyon sokat mesélt a szurkolótáborról, a közösségről, ami a klubot körülveszi, millió, nagyon megtetszett, és egyszer csak vele mentem, azóta ott vagyok. A Kispest történetébe Gazsó István szociológus, blogger, a Kispesti Futballház képviselője adott betekintést. Nekünk Kispesten Öcsi bácsi egy origópont. Tehát nekünk az identitásunknak egy nagyon erős része az ő kispesti kötődése, hogy egy helyi srác, helyben felnőve, a helyi szegény telepről meddig eljutott, az, hogy Magyarországon meddig eljutott, és utána a világon meddig eljutott, ez nekünk erősen meghatározza az identitásunkat, és mégis fogja határozni a jövőben is. Ez egy olyan dolog, hogy Kispest egy kerülete Budapestnek, és egy olyan érdekes kis kerülete, amit a 70-es, 80-es évek végén gyakorlatilag lebontottak és újjáépítettek lakótelepekkel. És megszűnt a régi kispestiség. És Öcsi bácsi az, aki ezt valamennyire vissza tudja hozni azzal, hogy újra lehet építeni ezt a kispestiséget az ő történetén keresztül. A megnyitás óta eltelt 3,5 évben 35 olyan izgalmas beszélgetés bontakozott ki a Kazinczy Ferenc Múzeumban, mely a labdarúgás sportszakmai, társadalmi vetületeit taglalta. Ezekre a kérdésekre igyekezett rávilágítani, valamint az amatőr falusi futballt hivatott bemutatni a most bezáruló hátsó füves kiállítás is, mely a Kazinczy Ferenc Múzeum egyik sikertörténete. Kortárs múzeológia, szociológia, néprajz, fotóművészete egyéből áll össze valójában ez az anyag. Magában a témaválasztás is szokatlan, de azt hiszem, hogy sikerült a szakmán belül is elfogadtatni ennek a kiállításnak a létjogosultságát. Ez bizonyítja egy rangos szakmai elismerés a év kiállítása pályázaton elnyert fődíj, és a látogatói visszajelzések, ami minden elismerésnél számunkra sokkal fontosabb, a vendégkönyvbe tett bejegyzések, a személyes interakciók során szerzett tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy a közönség szerette ezt a kiállítást. A hátsó füves kiállítás Sátoraljaújhelyben lebontják, de országjáró túrába kezd. Legközelebb Székesfehérváron lesz látható. Tovább szárnyal a zempléni Főnix is. A csapat idén 3 helyszínen lép majd pályára, ahol a szokásos módon a települések sporttörténetét bemutató programok kíséretében zajlanak majd a meccsek.